Idén ősszel hazánkat hárman képviselik majd a testépítés csúcsát jelentő olimpián Las Vegasban. Salamon Dia bikini fitness modell, Mertz Melinda figurversenyző és Mészáros László fekvenyomó kapott meghívást a testépítés legrangosabb versenyére. Salamon Dia nem csak hazánkat, hanem győri lányként a várost is képviseli majd a megmérettetésen. Dia híradónak elmondta, hosszú út vezetett a versenyre való kijutásig. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és írtóra izgatott vagyok, hogy Vegasban képviselhetem hazánkat a Mr. Olympián. Ugye azt kell tudni erről a versenyről, hogy igazából a fitnessben ez a legrangosabb fitness verseny. Nagyon hosszú volt a folyamat, hiszen 2012-ben volt az első versenyem, utána világbajnok lettem, majd abszolút amatőr olimpia bajnok, aztán profiként is versenyeznem kellett, és ugye ez is olyan dolog, hogy nem biztos, hogy attól még, hogy profi vagy, meghívást kapsz a Mr. Olimpiára, tehát profi versenyt is kellett hozzányerni, illetve több top 3-as helyezést is be kellett zsebelni, ahhoz, hogy elmondhassam, hogy igen, most szeptember 15-én ott állhatok a Mr. Olimpia színpadán. Mert Melinda nem titkolt álma volt, hogy kijusson a világversenyre. Ő a Miss Olympia figur versenyszámában fog részt venni. A versenyző januárban kezdte a felkészülést, ezt követően versenyt is nyert, innen pedig egyenes út vezet az álma megvalósításához. Egy nagyon kemény felkészülésen vagyok túl. Január 2-án kezdtem a felkészülésemet, és májusban volt a Galaxy Pro verseny Bariban, Olaszországban, amit megnyertem, sikerült megnyernem, és amivel kvalifikálni tudtam az olimpiára. Utána volt egy-két hét pihenőm, és utána pedig gőzerővel nekiálltunk a felkészülésemnek. A két hölgy mellett egy úr is ott lesz a Mr. Olympián. A verseny történetében először rendezik meg a fekvenyomás versenyszámot, amire Mészáros László, egy többszörös világbajnok és világcsúcstartó kapott meghívást. László 1993 óta vesz részt versenyeken, 2006-tól pedig már profi versenyző. Élete során ez az egyetlen verseny, amin még nem vett részt, így elismerésnek és kihívásnak tartja a közelgő vegasi megmérettetést. Ez a Mr. Olympia, és most először lesz az olimpián belül fekvenyomó verseny is. Ez egy hatalmas nagy expo, kiáltókkal, különböző rendezvényekkel, különböző sportágokkal, tehát több mint 40 sportág vesz részt ezen a rendezvényen. Külön ott van persze a legnagyobb része a testépítés és a fitness, de én a fekvenyomó részt nem fogok versenyezni. Még ez egy verseny, ahol még nem indultam el életem során, tehát szeretném megnyerni. A rangos esemény beharangozójaként szemináriumot és közös edzést tartottak a versenyzők, amin az érdeklődők is részt vehettek a Cutler Fitness Győrben. Minden hazai versenyzőknek eredményes versenyzést kíván a Győr Plusz média csapata.